Hát több mint 18 ezer embert evakuáltak a kabuli nemzetközi repülőtérről a múlt hétvégi tálib hatalomátvétel óta a NATO szerint. Folyamatosan érkeznek a kimenekítettek az európai országokba is. Mindeközben a kabuli repülőtéren továbbra is kaotikus a helyzet. Péntek este ismét hatalmas tömeg gyűlt össze, és lövéseket is lehetett hallani. 110 kimenekített afgánnal a fedélzetén landolt ez a spanyol gép pénteken este a Torrejón légibázison. Spanyolország gyűjtőpontot hozott létre a komplexumban, ahol azokat az afgánokat szállásolják el, akik uniós intézményeknél dolgoztak az ázsiai országban. A bázison 1000 főt tudnak befogadni. A központban koronavírus tesztet végeznek az érkezőkön, majd többnapos egészségügyi vizsgálat és biztonsági ellenőrzés után különböző uniós országokba küldik őket tovább. Ezek a felvételek már a németországi Ramstein amerikai katonai támaszponton készültek. Szintén péntek este több mint 150 afgán érkezett a bázisra Kabulból. A következő napokban ide is több repülővel érkeznek még, a helyszínen ugyanis mintegy 5000 afgán tudnak elszállásolni. A Közép-Olaszországban található Roccarazói katonai bázison már több tucatnyi embert szállásoltak el, ahol a koronavírus miatti járványügyi szabályok értelmében egyelőre karanténban vannak. Az olasz hadseregnek, az olasz katonáknak és az olasz kormánynak köszönhetően sikerült a feleségemet is biztonságba helyezni. De sokan vannak még, akiket ki kell menteni. Szóval akinek Olaszországhoz hasonlóan ez sikerül, azok nagyszerű dolgot fognak tenni, mondta egy kimenekített afgán férfi, aki nem vállalta az arcát. A NATO szerint már több mint 18 ezer embert evakuáltak a kabuli nemzetközi repülőtérről, a múlt hétvégi tálib hatalomátvétel óta. Az Észak-Atlanti Szervezet célja, hogy a hétvégén megduplázza a kimenekítettek számát. Joe Biden, amerikai elnök pénteken azt ígérte, hogy minden amerikai állampolgárt hazahoznak Afganisztánból, és azokat az afgánokat is, akik az amerikai katonai egységeket segítették az elmúlt 20 évben. Nem tudom megígérni, hogy mi lesz a mentési művelet végkimenetele, és azt sem, hogy ami történni fog, az nem jár majd esetleges vesztességgel, de főparancsnokként biztosíthatom önöket, hogy minden szükséges erőforrást mozgósítok, mondta az amerikai elnök. Ezek a felvételek pénteken késő este készültek a kabuli repülőtéren, ahol továbbra is rendkívül kaotikus a helyzet. Ismét hatalmas tömeg zsúfolódott össze, hogy elhagyhassák az országot még a hónap vége előtt, vagyis még azelőtt, hogy az amerikai hadsereg utolsó egységei is elhagyják Afganisztánt. A repülőtéren péntek este lövéseket is lehetett hallani. A káoszt jól mutatja, hogy a belga külügyminisztérium szerint az egyik gépük mindössze egyetlen utassal a fedélzetén szállt fel Kabulból, mert a többieknek nem sikerült bejutniuk a repülőtérre.